Köszöntelek benneteket, sziasztok! A következő napok időjárása nyugodt mederben zajlik majd, köszönhetően a tőlünk nyugatra lévő, egyre inkább megerősödő anticiklonnak. Ennek áramlási rendszerében enyhébb léghullámok is érkeznek fölénk, így visszatérnek a nyárias hőmérsékletek. Legközelebb változásra a jövő hét elején kell számítani. A tőlünk nyugatra lévő, nagy kiterjedésű anticiklonnak legfeljebb csak a peremén érkezhet hozzánk olykor nedvesebb légtömeg. Mindez leginkább csak felhőzet képződésre lesz elég, tehát az ország döntő részén csapadékra még továbbra sem kell számítani a következő néhány nap során. De már kirajzolódik, hogy a jövő hét elején nyugat, északnyugat felől egy markáns hidegfront érkezhet. Ehhez viszont már nagyobb területen társul eső, illetve záporeső. Az előttünk álló éjszaka nyugodt lesz, döntően derült vagy fátyol felhős lesz felettünk az ég, és a légmozgás is egyre nagyobb területen mérséklődik majd. Azonban az északkeleti területeken lehetnek olyan körzetek, ahol leáll a szél, és ennek következtében alacsony szintű felhőzet is kialakulhat arra felé. De nagy területen nem lesz ez jellemző. A minimum hőmérséklet általában 6 és 12 fok között alakul majd. Ezt követően holnap is sok napsütésre kell számítani a fátyol és komoly felhők mellett. Ahogy látható, a csúcsértékek is egyre inkább magasabb értékeket vesznek fel, ugyanis holnap már általában 22 és 27 fok közötti értékeket mérhetünk majd a délután folyamán. És a következő időszakban, ahogy a nyíregyházi meteogramon is látható, a nappali felmelegedés mértéke egyre inkább fokozódik. Emellett a hétvégén száraz időjárásban lesz részünk, tehát aki teheti, mindenféleképpen használja ki, esetleg kirándulásra, kültéri programokra a hétvégét, ugyanis ezt követően egy markáns leülést hozó hideg front érkezik. Látható, hogy akár 10 fokot is visszaeshet a hőmérséklet, illetve ezen kívül nagyobb területek kell számítani esőre, záporesőre, sőt helyenként még akár az ég is megdörrenhet. Ezennel szeretném is megköszönni figyelmeteket, és hogyha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, és kövessetek minket az alábbi elérhetőségeken. Nézzetek és hallgassatok minket holnap is! Csodás szép napot, sziasztok!